Ötletes és érdekes karácsonyi dísz és használati tárgyak közül lehetett válogatni a kirakodó vásáron. Knezsevics Helén a saját ötlete alapján készít agyagból kellékeket. Meg szeretném mutatni, hogy ez a régi mesterség még nem halt ki. Ez volt a vágyam, hogy ebben kezdjek dolgozni, úgyhogy sikerült az idén ezt teljesíteni, ugye, a vágyamat, és úgyhogy azért jöttem, hogy meglássák az emberek, hogy igenis van, aki még ilyesmibe élvez. A karácsony egyik jelképe a fenyőből készült kompozíciók. Dragana Janosev csak természetes anyagokat használ. Pa, iskustva su sjajna. Dosta nacuzimaju, dolaze, traže, poručuju. Dusica Krajinovics a szalvéta technikától kezdve az újrahasznosításon át többféle módszert alkalmaz. Za sebe sam kreativna i znači ono na neke manifestacije to kao što su ove izložbe i tako. Eto ono, da se pokaže ovaj šta ja radim, šta čime se bavim tako slobodno vreme i a hagyományos karácsonyi vásárt 9. alkalommal rendezték meg a Gion Nándor emlékházban. Az amatőröknek szerettek volna bemutatkozási lehetőséget adni. A jelleg az, hogy illetve a fő cél, hogy mindenki megmutassa azt, hogy mire képes, és ami még nagyon fontos, hogy egyedi termékek vannak, tehát egyedi dolgok, egyedi ajándékok, egyedi díszek, amelyeket nagyon szívesen ajándékozhat bárkinek. Tehát odafigyelünk arra, hogy ne legyenek minőségtelen termékek. Tehát hiszem azt, hogy ezt az emberek is, illetve diákok is tudják. A kirakodó vásárban jelképes összegért árulták portékáikat a résztvevők. A cél a bemutatkozás volt.